Köszöntöm a Pécsi Kör nézőit. A következő közel fél órában színes, változatos kulturális eseményekről hallhatnak, láthatnak érdekességeket. Tartsanak velünk! Hagyományőrzés 15 éve. A várnapját rendezték meg Pécsváradon. Káplár László jó ember diátadó. A közel két évtizedes hagyományt a pécsváradi várban tartották. Keresztelő Szent János napja. Horváth nap Nagykozárban. Évzáró diákzenekarokkal. Minisztit Fesztivál Pécsen. Immár 15. éve rendeznek várnapját Pécsváradon. Ezen a napon többek között lovas bemutató, íjász bemutató, távcsöves megfigyelés is várta az érdeklődőket. Környékbeli települések árusai kínálták portékáikat Pécsváradon az ünneplés napján. Ez a legrégebbi rendezvényük, ugyanis 2009-ben vette át a pécsváradi önkormányzat a vár üzemeltetését, és azóta minden évben megrendezik a pécsváradi várnapját, mondta a Gászné Bősz Bernadett szakmai vezető. Ez egy történelmi rendezvény, amelynek a mottója vissza a történelembe. Különböző évszázadokat lehet felfedezni, akár úgy, hogy passzív nézőként, mondjuk egy páncélos szabadharc a 15. századból, amit a Siklósi Sárkányos lovagrend mutatott be, annak a nézőjeként, vagy pedig aktív részt vevőként fent a Kovács műhelyben, a Ács műhelyben, vagy éppen a kemence mellett lehet egy kicsit dolgozni, és a vége az mindig egy nagy közös szabadharccal zárul, egy nagy történelmi csatával, a minden évszázad képviselteti magát, ez is hagyomány, mint ahogy a kézműves foglalkozások, illetve az egész rendezvényt kísérő várvásár is hagyomány. Reggel indult a táborveréssel, mert az is elég izgalmas, amikor megérkeznek ide ezek a mindenféle kellékek, és aztán egyszer csak egy lovagi táborra alakulnak, illetve a kemence befűtésébe is volt most az idei alkalom a segítségünk a gyerekek személyében, úgyhogy reggel 8:30-kor kezdtünk, és a szintén hagyomány, hogy a várkarolással ér véget mindig a rendezvény, amikor megpróbáljuk körbefogni a várunkat, hát itt a belső udvaron, ezzel is kifejezve azt, hogy szeretjük és a magunkénak érezzük. A Siklósi Hagyományőrző Egyesületen belül működik két szakosztály. Az egyik a lovas, a másik a gyalogos szakosztály. Ők a Siklósi Sárkányos Lovagrend. A várnapján páncélos szabadharcot vívtak a közönség nagy örömére. Tagjaiknak katonai hagyományőrzős múltja van. Minden évben vendégei szereplői a várnapja rendezvénynek. Bennünk gyerekkor óta már ez megvan, vonzódás így a középkor felé. Tehát ezt megelőzően más csapatokban is, vagy más korszakban is kipróbáltuk magunkat. Régen például vikingeztünk is, volt, aki végvári katonákat személyesített, vagy jelenített meg. És igazából 2009-től kezdtünk ráállni erre a késő középkorra, tehát nagyjából a 15. századnak az első fele, és akkor utána egy picit feljebb léptünk, és nagyjából most Mátyás haláláig, sőt, még egy picit túl úgy második Ulászlóig 1500-ig bezárólag vannak eszközeink, viseleteink, fegyvereink, páncélzataink, és a páncélok mellett ugye életmódrekonstrukcióval is foglalkozunk. Most az utóbbi időben kicsit jobban ráfeküdtünk arra, hogy milyen ételeket használtak. Párat elkezdtünk mi is elkészíteni, még nagyon gyerekcipőbe jár, de ezzel is folyamatosan próbálkozunk. Úgyhogy hát nem mindig harcolunk, valamikor kipróbáljuk a másik oldalát is a dolgoknak, de többnyire inkább a harcászat, ami így összeköt minket. Hivatalosan hetente van edzésünk, mindenki dolgozik mellette, tehát nagyon sok olyan csapattársunk van, aki szombat-vasárnap is dolgozik, és így kicsit nehéz összeegyeztetni néha az edzéseket vagy a rendezvényeket, amikor tudunk adott esetben hétköznap este munka után jó fáradtan összejövünk kicsit gyakorolni, tehát kell. Ha nem is tudunk összejönni, egyénileg mindenki szokott edzeni, van mindenkinek edzésterve, igazából régóta mindenki sportol valamit, tehát tulajdonképpen megvan a fizikális múltja így a többieknek is.
kell, hiszen a páncélokat el kell bírni, azért a nagy meleget bírni kell, tehát kell egy álló képesség hozzá, illetve küzdősport is, tehát itt azért fegyverekkel harcolunk, ugyanolyan típusú eszközökkel, amit abban az időszakban is használtak, nyilván le van tompítva, tehát nem cél az, hogy megsebesítsük, megöljük a másikat, mert ez végül is csak egy hobbi, de komoly sérüléseket lehet így is összeszedni, hogyha valaki pillanatra nem figyel oda, vagy nincs megfelelő edzettség, tehát nagyon oda kell figyelni egy-egy ilyen bemutatón. A rendezvény már reggel elkezdődött, amikor is tábort vertek, belakták a résztvevők a vár belső udvarát. Ez is mindig izgalmas, hiszen az üres füves terület pár óra alatt történelmi helyszínné változik. Nagyon sok apró esemény van, és ezért mindenki megtalálja a maga számára izgalmas helyszín, és a teljes várat belakjuk. Ilyenkor minden kiállításunk is látogat. Mindenhova be lehet menni, a kapuban mindenkit úgy indítunk útjára, hogy ami ajtó nyitva van, oda tessék bemenni, mert az ma mindenkire nyitottan vár. Többek között lovas bemutató, IASZ bemutató, távcsöves megfigyelés is várta a várnapján az érdeklődőket Pécsváradon. Közel két évtizedes hagyománya van a Káplár László jó ember díj átadásának. Idén is megtartották a jeles eseményt a pécsváradi várban. Idén Rózsa Zsombor vajdaságban élő pedagógus érdemelte ki a díjat. Egy megemlékezés is elhangzott a februárban elhunyt Judith Hagner Németországban élt szobrászművészről, aki a díj alkotója. Idén a Várnapja rendezvény egyik eseményeként tartották meg a Jó Ember díjátadót a hagyományokhoz híven a pécsváradi várban. A jelöltek közül az elismerést Rózsa Zsombor vajdaságban élő pedagógus, aki egy személyben építőmérnök, előadó, sakkmester, sakkmódszertanoktató, játékalkotó, fesztiválszervező vehette át. Egy nagyon kellemes meglepetés, és ennek a díjnak egy nagyon komoly lelki töltete van, és hiszem azt, hogy ez rendkívül fog engem motiválni abba, hogy érdemes ezen az úton tovább menni, és értéket adni a gyerekeknek, akiknek erre valóban szükségük van, és tovább tudnak építkezni. Arra jöttem rá, hogy itt lehet, hogy a képességeket kellene fejleszteni, a szövegértést, a probléma megoldó készséget, az, hogy átlássák a feladatok közötti összefüggéseket, és hát volt egy merész gondolatom, hogy egy sakktáblán keresztül elkezdtem például a képleteknek a forgatását, kifejezését sakkbábukkal elmagyarázni, és utána ez egy nagyon jó eszköz volt, akár amikor a szimmetriát szerettem volna bemutatni, vagy más érdekes fizikai jelenségeket. És hát a gyerekek a fizikát is megtanulták, a sakkot megszerették, elindultak az első sakkfoglalkozások, és azt vettük észre, hogy azok a gyerekek, akik sakkoznak, azok egyre könnyebben megoldják később, biek során a matematika, fizika feladatokat. Nincsen gond a tanulással. Szabadka város díjazott dr. Bodrogvári Ferenc díjjal, amelyet azok a 40 év alatti személyek kapják meg, akik valamilyen jelentős újítást vagy művészeti alkotást hoztak létre, és hát akkor is nagyon meglepett, mert mondjuk ez egy művészeti díj leginkább, és nagyon, nagyon kellemesen érintett, hogy ebben a kategóriában is, ott elsősorban ugye a rendezvényeimet, az újító
megoldásaimat a sakterületén, ezt díjazták, és ez volt az, ami felkeltette a városi testületnek az érdeklődését. A Káplár László emlékére kulturális alapítvány célja egy jó ember emlékének őrzése. A gondolkodása, szellemisége, öröksége munkájában jelen volt. Káplár László újságíró volt. Szellemisége tovább él az emlékét ápolókkal, mondta dr. Bandi Szabolcs kuratóriumi elnök. Az elmúlt 19 évben is mindig sikerült egy olyan embert kiválasztani a kuratóriumnak, aki valamilyen módon kapcsolódni tudott ehhez az örökséghez. Nagyon-nagyon sokfélék, nagyon-nagyon különböző területről érkeztek, szociális szféra, kulturális szféra, tényleg szinte minden részéről, még bohóc doktorunk is volt, érkeztek, akik különböző, szintén vélhetően igazán jó emberek által jelölve egy ilyen, hogy mondjam, sajátos elismerésben részesülhetnek. Úgy gondoljuk, hogy azáltal, hogy ezt a díjat fenntartjuk, ezt a hagyományt tápoljuk, egy picit hozzá tudunk tenni ahhoz, hogy a jót is meglássuk a mai világban, ami nem mindig könnyű, nem mindig könnyű, de ilyenkor itt június elején a Pécsváradi várban ez egy örömünnep számunkra. Most olyan könnyű minden, szinte csak a semmi tart. A kutyákat elengedtem, és a fordulószél elvitte, ami hart. Alattunk a tenger, szemben a napzipan. Nyeljük a csíkokat, és a világ bajkos szellőként suhan. Ez a bronzból készült simogató kéz igyekszik kifejezni ezt a jóságot, ahogy a jó ember a környezetéhez viszonyul, ahogy hozzááll. Judit Hágner szobrász művész alkotásáról van szó, aki szintén ebben a szellemiségben alkotott, dolgozott, és úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan emlék tud lenni, egy olyan, hogy mondjam, emlékeztető a jó embereknek, ami napi munkában nem könnyű, ami nagyon-nagyon nem könnyű, hogyha erre rátekintenek, akkor érezhetik úgy, hogy igen, van értelme ezt tovább csinálni. Emlékeztetőnek szánjuk nekik tulajdonképpen. Elcsépányi Katalin újságíró volt az, aki 19 évvel ezelőtt megalapította a jó ember díjat. Káplár László egy annyira jó ember volt, hogy egyszerűen, amikor elment közülünk 50 évesen egy agydaganat miatt, akkor egyszerűen nem tudtam más csinálni, mint hogy létrehozni az ő emlékére egy díjat, és az nem lehetett más, mint a jó ember díj. Az ő értékrendje olyan, amit meg kell őrizni, és ez az elmúlt 19 év is azt bizonyítja, hogy sikerült. Az ország minden részéből vannak díjazottaink, ugyanakkor Kárpátaljáról, Felvidékről és Erdélyből is, sőt a mai díjazott pedig a Vajdaságból, úgyhogy már majdnem teljes a kör, még átmegyünk Szlovéniába, meg Burgenlandba, aztán lassan körbelőjük egész Magyarországot is, de a Magyarországon belül is rengeteg helyről jöttek, Vas megyétől kezdve a díjazottaink, Vas megye, Budapest, Kaposvár, Debrecen, Pécs, és nagyon büszkék vagyunk azokra az emberekre, akik bekerültek ebbe a jó ember díjas családba. Egy megemlékezés is elhangzott az idén februárban elhunyt Judit Hágner Németországban élő szobrászművészről, aki a díj alkotója. Hagyományos horvát napját rendezte meg a nagykozári horvát önkormányzat keresztelő Szent János ünnepe alkalmából. Horvát nyelvű szentmise, majd folklór műsor következett a művelődési házban. A közös vacsora után barátkozással és tánccal zárult az este. Jelentős horvát közösség él a Baranyai Nagykozárban. A helyi horvát önkormányzat szívesen együttműködik más intézményekkel és szervezetekkel. Mindezt azért, hogy megőrizze a horvát nyelvet, kultúrát és hagyományokat a helyi közösségükben. Emellett különböző kulturális, művészeti és sporteseményeket szerveznek, mely által megerősíthetik a közösség és a horvát kisebbség önazonosságát Nagykozáron belül. Ott jártunkkor, keresztelő Szent János napjához kapcsolódva, horvát napot tartottak június 22-én. Templomba elhangzott, de ez a nap a nagykozári falunak a búcsúnapja. Ivanyi, azaz keresztelő Szent Jánosnak a születésnapját ünnepeljük. És ez egy régi hagyomány már. A program az első, hogy elmegyünk misére, ott elveszünk, imádkozunk, stb. Ide lejövünk, társalgunk az emberekkel, akik jöttek. Állítólag jöttek másik
akik innen elszármaztak, egy páran láttuk, akik jönnek, meg olyanok is, akik nem is tudjuk, hogy kicsodák, mert ebbe az új faluban már olyan emberek élnek, hogy nem mutatkoztak be, hogy én horvát vagyok, csak néha halljuk, hogy jelöltette magát például ugye a választáson, hát ő is horvát, de nem ismerjük sajnos. Nagyon kevesen vagyunk, sajnos nagyon sokan meghaltak, olyan 120-an talán. Hogy lehet viszonyítani a lakosságot? Most vagyunk 2000-en, hogyis nem is hát tudom 2000-en már. 2000-en lakosak, igen. Hát ha azt mondjuk, hogy akkor régen nem volt 2000-en, mondjuk 1000 ember volt, hát abból az 1000-ből mondjuk volt 500 horvát, és akkor a többi az német, és beszármazott, magyarok jöttek a felvidékről egy páron. Hát van itt egy faluház, ott vannak a dolgaink, amiket kiállít, amit összeszedtünk, többek között ágyat, ruhákat, szekrényeket, babákat, mindent, ami az ember otthon úgy gondolta, hogy ez itt jó lesz, azt elhoztuk, és az ki van állítva ott. És meg is lehet nézni. Folklor műsorral folytatták az ünneplést a Művelődési Házban. Ezen fellépett a Szalántai Marica Kulturális Egyesület, a helyi óvodások, a Kátai Keresice kórus és a helyi Biszer kórus. A közös vacsorára minden évben nagy figyelmet fordítanak. Ilyenkor finomabbnál finomabb, hagyományos ételeket tesznek az asztalra. Nem volt ez máshogy az idei évben sem. Horváth napra most egy vegyes pörköltet szeretnénk kialakítani. Eddig úgy néz ki, hogy jó lesz, de hát még nincs kész, majd a végén tudjuk csak megmondani, hogy jó lett vagy rossz lett. Úgyhogy hát ez a vegyes pörkölt, ez lapocka, köröm, csülök, hát fűszerek, amik olyanok, úgyhogy speciális fűszerek, amit legalábbis amit én szoktam bele csinálni. Úgyhogy nem minden, de olyan. Én vagyok egy ilyen überben, és meg hát a párom, mert ugye ő is benne van ebben a csapatban, sőt, ő a horvátok között, ő az, aki összetartja a csapatot tulajdonképpen. Hát én meg ugye, párja vagyok, hát nem tudok más csinálni, azt kell csinálni, amit a tyúkom mond. Hát horvát napokon általában halászlé, hát ami ilyen hagyományos, amit nagyba lehet megcsinálni, egy ilyen egy tál étel, bográncs, gulyás, ilyesmit szoktunk. Hogy ilyeneket szoktunk főzni föl. A helyi horvát önkormányzat több területen aktív és rendkívül fontosnak tartja Nagy Kozár kulturális értékeinek megőrzését és bemutatását. A magyar kormány támogatásával létrejött a településen található nemzetiségi ház, horvát, német és kevert szobákkal rendelkezik. A horvát szobát a helyi lakosok adományaiból rendezték be a horvát önkormányzat tagjai. Közös vacsora után barátkozással és zenés táncos mulatsággal zárult az este. Diákzenekarok fesztiváljával ért véget a tanév a pécsi középiskolásoknak. Újra megtartották a Minisit Fesztivált a Szent István téren. A pécsi belvárosban felállított színpadon 16 fiatal formáció mutatkozhatott be. Diák zenekarok a színpadon, a füves parkban ülő zenét hallgató, illetve táncoló fiatalok, vagy éppen a szökőkútban hűsülő középiskolások. Ez a kép fogadta a belvárosban sétálókat június 21-én. Ezzel a fesztivállal zárták a tanévet a pécsi Lövei Gimnázium és a város diákjai. Az eseményt a Szent István téren, vagy ahogy a fiatalok nevezik, a Szíten tartották. Innen jött a fesztivál névadása évekkel ezelőtt. A babacica nő, igen, itt néző, a
császár királynő, szép lett ő, a babacica nő, megjött ő. Három évvel ezelőtt találtam ki azt, hogy a Lőveiben működő zenekaroknak ugye minden évben volt egy-egy évvégi tanévi koncert, ami nagyon jó hangulatban telt, ugye nagyon örülnek ilyenkor a diákok egymásnak, és ez adta az ihletet, hogy hát menjünk ki a térre, és mutassuk meg akár a szülőknek, vagy a barátoknak, külsősöknek is ezeket a fantasztikus zenekarokat. És először még a Lővei udvarában tudtuk megszervezni, és két évvel ezelőtt már a második mini SZIT fesztivál, az már a SZIT-en volt. Ugye ez egy ilyen mozaik név, ami abból adódik, hogy a Lőveiben és a környékben járó diákok leginkább a SZIT-en találkoznak. Ez egy ikonikus hely, ide jönnek lazítani, akár szünetben is kimennek a SZIT-re. És hát ugye nyilván ez adta a név ötletet, hogy hát fesztiválhoz kicsi, mert mit tudom én, 4-5 órás fesztiválról beszélünk, de hát mégis egy fesztivál, úgyhogy mini SZIT fesztivál lett az elnevezése, és az idei évben már bővültünk, nem csak a suli zenekarok mutatkozhattak be a nagyszínpadon, hanem volt egy kiállító sátor, és most már a néptáncot is bekapcsoltuk, közös éneklést, megénekeltettük a közönséget, úgyhogy egészen tartalmas fesztivál volt. Ugye 5,5 óra idő alatt 16 zenekar lépett fel, és hát ugye itt voltak tanárdiák zenekarok is, meg diák zenekarok is, és arra is büszkék vagyunk, hogy ez a 16 zenekar nem csak a Lőveiből, hanem a különböző pécsi gimnáziumokból álltak össze. Nagyon-nagyon sok szempontból van ennek hozadéka. Az egyik talán a legkisebb közösség, az a szervező közösség, akiket mindenképpen szeretnék kiemelni, hiszen egyedül nem tudnám létrehozni ezt a fesztivált. Bóra Áron, Tilman Gábor, Kanizsai Péter és Németh Tamás tanárurakkal együtt alkotjuk azt a tímet, akik tényleg az első pillanattól kezdve az utolsóig minden szervezést együtt csinálunk és egyeztetünk, és mindenki kiveszi a részét. Hát nagyon-nagyon sokat dolgozunk vele, és tényleg, de hát megéri a munka, hiszen az az élmény, amit a diákok ilyenkor éreznek, szereznek, az szerintem leírhatatlan. Tehát amikor a koncerten látjuk, hogy tömegesen éneklik a fiatal zenekarok új dalainak a szövegét, és együtt énekelnek, táncolnak, tapsolnak, együtt vannak. Én komolyan mondom, ennyi sok szép és boldog fiatalt ugye ritkán lát az ember, és azt gondolom, hogy egyre nagyobb. Tehát most már közel 1000 volt a létszám, bár hát ezt nehéz megsatszolni, de mondjuk azt, hogy olyan 800 000 körüli volt az ott lévők száma. És hát ugye a nagy meleg ellenére is nagyon jól sikerült, hiszen akkora kánikula volt, hogy azért amíg le nem ment a nap, ugye 4:30-kor kezdtük, addig azért az árnyékban ültek az emberek, és onnan hallgatták a zenét, de annak is volt egy nagyon klassz hangulata, ez az igazi mezítlábas fesztivál, feküdtek a fűben, és nézték, hallgatták a koncertet. És akkor, amikor lement a nap, és hűvösödött, akkor lett tömeg végül is a színpad előtt. Az nagyon fontos, hogy
a Pécsváros önkormányzata és a Magyar Művészeti Akadémia adták a két legnagyobb támogatást, és ennek azért is örülünk, mert ez egy nagy-nagy összefogásnak köszönhető, hogy nem csak külső cégek, hanem az önkormányzat és a Művészeti Akadémia is fontosnak tartja a fiataloknak ezt a programot, ezt a közösségkovácsolást, illetve a fiatal zenekarok fejlődését, hiszen hát itt tényleg vannak olyan zenekarok, akik életükben először talán most lépnek színpadra, és hát ki tudja, hogy a jövőben milyen energiát, vagy milyen lendületet adunk egy-egy ilyen lehetőséggel egy fiatal zenekarnak. A Miniszit Fesztiválon középiskolás zenekaroknak adnak lehetőséget a szervezők, ehhez ragaszkodnak. Akik már elballagtak, azért vendégként visszatérhetnek az évzáró fesztiválra leghamarabb jövő év júniusában. Véget ért a Pécsi Kör, a Pannon Televízió kulturális magazinja. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!